Jó estét kívánok, ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Egészen különleges, már-már missziós munkába kezd a Debreceni Egyetem. A diaszporában és a határon túlélők számára hirdet magyarságtudatot erősítő, nemzetismerettel kapcsolatos kurzust. A hagyományoktól, a történelemig, a népzenétől, az irodalomig számos tárgy szerepel a képzésben. Ugyanakkor a Debreceni Egyetem kiemelt figyelmet fordít a határon túli felsőoktatási intézményekkel való együttműködésre. Most például a Nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetemmel szerveznek közösen mérnöki képzést. Hogy mit is pontosan és miért vállalja fel a Debreceni Felsőoktatási Intézmény ezt a missziót, többek között erről kérdezem Forisek Péter dékán helyettes urat és Mankovics Tamás tanszékvezető urat. Szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó estét. Hát ez a missziós lelkület honnan érkezik a Debreceni Egyetemre? Miért tartja fontosnak, miért küldetés ez önök számára, hogy a diaszporában élőket, a határon túliakat megszólítsák, felkarolják? Debreceni Egyetem kezdettől fogva arra törekedett, hogy kárpát-medencei magyar felsőoktatásban gondolkodjon, tehát minél több kárpát-medencei magyar intézményt megszólítson, együttműködjön vele, illetve a diaszpora magyarsága számára is valami olyan oktatási programot tudjon nyújtani, amit bárki könnyen elvégezhet. Ugye itt hosszú felmérés erőzte meg ezt a programot, amíg ugye kialakult, hogy akkor milyen szerkezete is lesz. És ugye azt tapasztaltuk mind a határon túli magyarság körében, mind a diaszpora magyarság körében, hogy van igény arra, hogy a magyarság által létrehozott nagy alkotásokat, irodalmi, történelmi, néprajzi, amit elhangzott a beharangozóban, ezeket megismerjék. De olyan különleges dolgok is vannak benne, mint például az előbb említett műszaki magyar örökség is, tehát azok a magyar mérnökök feltállók, akik valami különlegességet hoztak létre. Így született meg ez a program, 42 tantárgyat dolgozunk ki jelenleg ebben a Magyar Értéktár nevű távoktatási programban, ugye távoktatási lesz, tehát nem kell ide utazni Amerikából, Kanadából, Ausztráliából, hanem interneten lehet ezt majd tanulni, és hát ugye egy nagyon széles toborzóbázisra kívánunk ránézni, tehát mindenki, aki valamilyen módon kapcsolódik a magyarsághoz, magyarnak érzi magát, függetlenül attól, hogy nem itt lakik Magyarországon, vagy nem a Kárpát-medencében, bekapcsolódhat ebbe a programba. Ez azt jelenti, a diaszpora már így szóba került, hogy internetes elérhetőség, tehát magyarul nincsenek korlátok, helyszíni korlátok, időkorlátok. Van, látnak arra esélyt, hogy így módon egy picit megszólítani azt a fajta másod vagy harmad generációs réteget, akik magyar szülők gyermekei, vagy éppen nagyszülők unokái, akikben feltétlenül már nem magyar nyelven, és éppen ezért lehet arról szó, hogy őket visszahozni a magyarságtudatba oly módon, hogy esetleg nem magyar nyelven. Pontosan ez az egyik célunk, hogy összefogni a magyarokat a világban. És ugye ehhez megtörténtek a felmérések, amiket már említettem. Tehát vannak azok a diaszpora magyar szervezetek Amerikában, az amerikai kontinensen, Ausztráliában, Új-Zélandon, Nyugat-Európában, amelyeket megkívánunk szólítani, és rajtuk keresztül próbáljuk elérni ezeket a magyar közösségeket, és aztán megismertetni azokat a hagyományokat, amelyeket lehet, hogy ők már nem ismernek, hiszen ugye másod-harmad generációsok, viszont érdekli őket a magyarságuk. Azon túl, hogy magyarságuk érdeklik, hogyan lehet vonzóvá tenni, hogyan lehet érdekelté tenni őket ebben, kapnak a végén valamit, tehát mi lesz az eredménye? Jó, valaki beiratkozik erre a tanfolyamra, vagy éppen képzésre, nem tanfolyamnak nevezzük normális képzésnek. Ez egy rendes diplomát ad, ez a képzés, tehát akkreditáltatjuk, a miniszteri engedélyeztetés már megtörtént, egy alapszakos BA, BSC diplomát fogunk adni azoknak, akik elvégzik. Ugye a távoktatási program ezért nincsenek időkorlátok, tehát ugye ezt nem a hagyományos 3-4 éves BA, BSC ciklusban lehet elvégezni, hanem mindenki a saját tempója szerint haladhat, de arra is lehetőséget kívánunk nyújtani, ha valaki csak bizonyos csomók érdekelnek ebből, például csak a magyar népzene, magyar néptánc, magyar folklor, akkor ezeket a csomókat is megtanulhatja, ezeket a kurzusokat is hallgathatja, és ugye ezekből aztán krediteket szerezhet. Az egyik cél például, hogy a határon túli magyar felsőoktatási intézmények hallgatói azokat a tudományterületeket, amelyeket a saját egyetemünkön nem tudnak tanulni, ebben a programban hallgathatják. Tehát ha igény van arra mondjuk, hogy valaki egy történelmi kurzust hallgasson, a saját egyetemünkön ezt nem tudja hallgatni, akkor itt hallgathat magyar történelmet, és ugye ebből rendesen kreditet szerezhet, olyan, mint hogyha áthallgatna egy másik egyetemre. És gondolom ez a pontosan az Európai Uniós felsőoktatási rendszer, a bolonyai rendszer, ezt pont megengedi. Igen, tehát ez egy kreditrendszerű képzés lesz, BA képzés, bolonyai rendszerű, tehát minden szabálynak meg akarunk felelni. Ha már szóba került, hogy a határon túliság, pont hogy műszaki területen lesz egy nagyon komoly együttműködés a Párciumi Keresztény Egyetemmel. Mit jelent, tanszékvezető úr, ez a képzés?
Gyakorlatilag a Debrecen Egyetem, illetve a Partizán Keresztény Egyetemnek az a terve, hogy 2020-ban Nagyváradon magyar nyelvű gépészmérnök alapszakot fog indítani, és ezzel kapcsolatban kezdődött meg gyakorlatilag a munka a két egyetem között. Az együttműködés az mit jelent, hogy mi adunk, önök adnak tanárokat, a Debrecen ad tanárokat, vagy képzési anyagot, tehát hogy kell ezt elképzelni? Igen, tehát gyakorlatilag ugye a debreceni gépészmérnök képzés azért már több évtizedes múltra tekint vissza, tehát ugye van egy komoly oktatói gárda, illetve tananyag, amit folyamatosan fejlesztünk, és a képzés az valójában Nagyváradon kihelyezett, a Debrecen Egyetem kihelyezett képzéseként fog megvalósulni, ami azt jelenti, hogy az erdélyi fiatalok valójában a nagyváradi Partizán Keresztény Egyetem iskola padjaiban fognak ülni, és jellemzően az első időszakokban a mi oktatóink fogják őket oktatni. Azért ez egy nagy felvállalás, nagy feladat, hogy nem elég, hogy itt van is folyamatosan növekvő hallgatói létszám van az önök karán, nem csak magyar, hanem most már ugye angol nyelven is, hanem akkor még ott is. Van-e ennek a köze ahhoz, hogy itt van egy nagyon komoly gazdasági fellendülés, és a műszaki végzettségnek igen nagy keresete lesz ezen a területen, régióban? Azt gondolom, igen. Alapvetően két célú ez az együttműködés. Ugye egyrésztről egy nagyon nemes feladat, hogy magyar nyelven a műszaki nyelvet ápolva határon túl egy képzést tudunk indítani. Másrésztről pedig ugye nyilván mindenki előtt ismert, hogy milyen fejlődés alatt, illetve előtt áll Debrecen, és hát elmondható, hogy a mérnökök iránt óriási a kereslet. És ugye Debrecen nagy régióban gondolkozik, ebbe természetesen határon túl is, illetve az erdélyi területek is beletartoznak. Jelenleg a műszaki karon, legalábbis a gépészmérnöki alapszakra vonatkoztatva olyan 3-4% a határon túli hallgatók száma, beleértve itt természetesen a vajdasági, kárpátaljai, illetve erdélyi fiatalokat is. Gyakorlatilag ezt például kívánjuk bővíteni azzal, hogy az erdélyi fiatalok saját földjükön tudnak gyakorlatilag magyar nyelven tanulni. És utána természetesen van arra lehetőség egyrészt, hogy ott érvényesüljenek majd a munkaerőpiacon, de természetesen én azt gondolom, hogy Hajdú-Bihar megye, illetve Debrecen is tárkarokkal fogja őket várni. Ha magyar nyelvű képzésről beszélünk, és csak magyar nyelven valósulna meg, akkor például ők a román piacon hogyan tudnak helyt állni munkaerőpiacon, vagy pedig a műszaki nyelv az olyan speciális, hogy teljesen mindegy, hogy milyen nyelven végzi a munkáját, vagy folytatja a tanulmányait? Igen, tehát feltehetően anyanyelvi szinten tudnak beszélni románul majd azok a hallgatók, akik itt lesznek. A tervek szerint egy speciális román műszaki nyelvkurzus is lesz beleépítve az alapszakba, tehát itt alkalmuk lesz megtanulni a ide jelentkező fiataloknak a román műszaki nyelvet is megtanulni. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy nem fog problémát okozni. Másrészt pedig a Debrecen Egyetemnek a diplomái nagyon nagy értékűek, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem csak a határon túl, hanem a világban bármely helyen meg tudja állni a helyét. Ez egy óriási misszió, látva ezt a lépést, de hát a Debrecen Egyetemnek itt megvannak a hagyományai, Nyitra, Beregszász, tehát lehet sorolni a határon túli egyetemekkel való együttműködését, és mégis innen indultunk el, hogy miért, megint csak az a kérdése, miért? Hát itt látjuk egy nagyon dinamikus létszámnövekedést a Debrecen Egyetemen. Már nem csak magyar nyelvi képzésben, az angol nyelvű képzésben is hihetetlen létszámbővülés. Hát ebbe hogy fér bele még ez a misszió is? Több évtizeden, két évtizeden most már zajlik ugye az, hogy a Debrecen Egyetem együttműködik a kárpátaljai magyar felsőoktatási intézményekkel, az erdélyi, ugye a Partizán Keresztény Egyetemmel, Szapienci Egyetemmel, a Nyitrai Filozófus Egyetemnek, a Konstantin Filozófus Egyetemnek a Közép-Európai Tanulmányok Karával, ami egy magyar nyelvű képzést ad, és ugye ezt fogtuk össze egy nagy programba. Ez az volt a célunk, ugye 8 szakot indítunk összesen ezekkel az intézményekkel együtt. Az volt a célunk, hogy ezeket az intézményeket megerősítsük, tehát olyan képzéseket vigyünk oda, ami nekünk megvan a Debrecen Egyetemen, viszont az ottani fiatalság számára hasznos lehet a mindennapi megélhetéshez, ahhoz, hogy képezzék magukat, és ezek az egyetemek ezt maguktól nem tudják megvalósítani jelenleg még, a mi segítségünkkel fogják beindítani, és az a távlati cél, hogy egy idő után ezek önálló lábra álljanak, azt a szakembergárdát, ami szükséges, kiképezzük ott helybe, és aztán ugye önálló képzésekké válnak azon az egyetemen, ahol visszük ezeket.
És jó reménység szerint ott is maradnak belőlük, hogy ugye ezzel a magyarság a helyén maradjon a Kárpát-medencében. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és kívánom, hogy eredményes legyen mindaz, amiben ebben a misszióban hozzákezdenek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gyógyszergyári gyakorlatok, kozmetikumok készítésére alkalmas saját labor, új típusú nanotechnológiai eljárások és biotechnológiai gyógyszerek ismerete. Komplex és gyakorlatközpontú képzéssel várja a leendő hallgatóit a Debrecen Egyetem gyógyszertudományi kara. Ugyanakkor hiánypótló gyógypedagógiai és romológiai alap, valamint szociálpedagógia mesterszakkal, továbbá a kiszámítható jövőt kínáló óvodapedagógus, illetve csecsemő és kisgyermeknevelő képzésekkel várja jelentkezőket a Debrecen Egyetem Hajdúböszörményi kara, azaz a gyermeknevelés és gyógypedagógiai kar. Köszöntöm a stúdióban a két dékán urat, Vecsernyi és Miklóst, és Bálint Péter urat. Szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a nézőket. Ugye itt a felvezetében is kiderül, hogy két kar és rendkívül speciális területről beszélünk. Pontosabban hát speciális, ahogy veszük. De hát a gyógyszeripar az mindig mindenkorban izgalmas, főleg látva Debrecennek az ipari fejlődését. Két olyan gyógyszergyár, főleg az egyikből évek óta 2012-től, egy ugye nagyon szoros együttműködés a Teva gyógyszergyárral, ami azt jelenti, hogy gyakorlatorientált képzés folyik a gyógyszertudományi karon. Valóban ez egy unikális képzési rendszer. 2012-ben sikerült létrehozni. Ez tulajdonképpen egy úgynevezett kihelyezett tanszék. Úgy működik, hogy a gyógyszertechnológia és a gyógyszergyártás és a gyógyszerismeret alapjainak elsajátítása után negyed évben minden hallgató megkap egy olyan képzést, amelyet tulajdonképpen a Teva szakemberei tartanak, illetve kimehetnek gyárlátogatásra is, és ez alatt a fél év alatt a gyógyszeriparon belül a gyógyszerészettel kapcsolatos összes ismeretet, tehát így a gyógyszer törzskönyvezése, a gyógyszer regisztráció, a gyógyszer technológiai fejlesztések, gyártási eljárásoknak az összes vertikulumát áttekinthetik a hallgatók is. Aki érdeklődő, az ötöd év első félében eldönt esetleg a gyógyszeripar iránt elkötelezett lesz, az pedig ott diplomunkatémát is kap, és ezeket a diplomunkatémákból, hát ebből lesz diplomunkásként, a Tevának egy kis kísérleti munkát végez közösen a Teva munkatársaival és a mi vezetésünkkel, utána pedig tulajdonképpen a Tevának lehetősége van ezekből a hallgatókból a neki tetszőket és a jobban teljesítőket, illetve akik elkötelezettek a gyógyszeripar felé kiválogatni. Már majdnem 40-50 gyógyszerészünk, végzett gyógyszerészünk dolgozik a Tevába. Például a fejlesztő üzemnek a vezetője is nálunk végzett gyógyszerész. Ugyanakkor nagyon érdekes fogalmak jelennek meg az önök kínálatában. Ugye hát a nanotechnológia a mai világ azt gondolom azon része, amely nagyon dinamikusan fejlődik, nagyon sok újdonságot rejthet, akár ebben a témában is. Mennyire fontos önöknek ez a fajta lépéstartás, egy picikét akár az ipari fejlődéssel lépést tartani, hogy a legújabb technológiát megtanítani a hallgatóknak? Abszolút. Tehát azt mondhatnám, hogy a 20. század volt a gyógyszer alapanyagoknak és a gyógyszerek, különböző gyógyszereknek a forradalma és annak a kiteljesedése. A 21. század az úgynevezett gyógyszervivő rendszereknek, mert sosem adunk gyógyszer alapanyagot önmagában, ugye 5 mg tablettában van a hatóanyag, az 5 mg, az összes többi az a kísérőanyag, a segédanyagokkal együttesen, ez adja meg a dozírozási formát. A dozírozási formák rendkívül sokat fejlődtek, rendkívül nagy fejlesztési lehetőségek vannak bennük. Néha például orális és inhalációs inzulin fejlesztése milliárd dollárokat költöttek Amerikában. Ezeknek a megismerése és alapjainak az elsajátítása nagyon fontos. A nanotechnológia pedig tulajdonképpen a gyógyszeriparban óriási fejlődést hoz abból a szempontból, hogy az alapanyagoknak a sajátságait változtatja meg, azoknak az alapanyagoknak, aktív hatóanyagoknak az a sajátságait, hogy például nem oldódik, nem szívódik föl, rosszul oldódik. Ezeket meg lehet változtatni nanotechnológiai eljárásokkal. És ez már a gyógyszer
hatását is befolyásolni fogja, mert föl fog szívódni, föloldódik a bélrendszerben, és könnyebben applikálható, alkalmazható. Másik karról is esik szó, az pedig ugye, hát azt lehet mondani, a böszörményi kar ugyancsak hiánypótló a mai világban. Látjuk, hogy az országban folyamatosan törekednek arra, hogy bölcsödék, új óvodák nyíljanak. Szakember hiány viszont időről időre megfogalmazódik, hogy van, ezt kellene pótolni. Magyarul egy teljesen olyan diplomát szakembert tudnak képezni, diplomát tudnak ajánlani a fiatalok számára, ami biztos elhelyezkedést jelent. Ez mennyire fontos mondjuk akkor, amikor meghívnak jelentkezőket? Rendkívül szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a 5 képzésünkből valóban 3 olyan, amelyek a top 10-ben benne vannak. Itt gondolok az óvópedagógusra, gondolok a gyógypedagógusra, és hát a kisgyereknevelőre. Azt kell mondanom, hogy az elmúlt 2 évben, mióta megindult nálunk a gyógypedagógiai BA is, azóta 500 hallgatóval több jelentkezett hozzánk 2 év alatt. Gyakorlatilag az azt is jelenti, hogy most 1500 hallgatónk van, ami olyan nagymértékű fejlődést eredményezett, hogy a Hajdúböszörményi városa az egyetemnek átengedett a Böszörmény belvárosába egy régi általános iskolát, amikor az egyetem most felújított, valóban egy, azt kell mondanom, hogy európai vagy világszínvonalú belső oktató felületi tétre. No, szóval valóban kihívások vannak, társadalmi kihívások, hiszen a kormányzatnak célja egyrészt a bölcsödéknek és az óvodáknak a nyitása. Noha azért meg kell mondanom, hogy amellett, hogy ilyen óriási nagy az igény, persze nagyon-nagyon sok városban, nagyvárosban óvónő hiány van. Ennek bizonyos értelemben a kereset is oka, tehát azt gondolom a kormányzatnak előbb-utóbb el kell gondolkozni rajta, hogy az a kereset, amit kínálnak, az valójában megfelel ennek a szakmának. Viszont a gyógypedagógusból csak az Észak-Kelet-Magyarországi régióban több ezer szakembert hiány van, aminek mi pótolni kell. Odáig jutottunk el, hogy gyakorlatilag az országban a gyógyipari képzésben bárc után a második legnagyobbak vagyunk. Egyébként hagyd dicsekedjek azzal, hogyha együtt nézzük az összes képzésünket, akkor az ország legnagyobb pedagógiai főiskolájában nőttük ki magunkat. A legújabb szakunk, amelyről beszélt a felvezetőbe, ez a romológiai BA, ennek azért van egy kis háttere, hiszen a karon közel 20 éve folytatódik a hazai és határon túli a roma integráció, vagy cigány integrációnak a vizsgálat, a kérdése. Az egyik legnagyobb, az egész országban az egyik legnagyobb roma szakkollégiumi közösség van nálunk, most is 37 cigány hallgatónk van, ami rendkívüli munkát igényel, viszont olyan tapasztalatokat szereztünk, és olyan tudásbázis áll a karoktatói részéről készen, amely lehetővé tette azt, hogy az országban másodikként, a pécsi romológiai BA után nálunk is megindult. Igaz, hogy nálunk nyelvi, tehát a BA-s nyelvi kutatás folyik, nálunk pedig alapvetően társadalomtudományi háttér van. Mielőtt bárki is félreérteni, a romológiai BA nem azt jelenti, hogy cigány fiatalokat képezünk egyetemistává, hanem elsősorban van egy óriási nagy társadalmi igény megint csak, hiszen az összes hivatalból, gondolhatunk akár az önkormányzatokról, akár az ügyészségekről, bíróságokról és különböző szakszolgálatokról, olyan szakember hiány van, aki a cigány felnőttekkel és egyáltalán a problémákkal foglalkozhatna, amit pótolni kell. Úgyhogy azt gondolom, hogy megkerestük azokat az egész Kelet-Magyarországon vezető intézményeket, polgármesteri hivataltól kezdve, fel lehet sorolni, nem is akarom onnan oktatási hivatalig, akinek szükségük van ilyen szakemberre, és azt gondolom, hogy ezzel olyan példát tudunk teremteni, amely és az első 1-2 évben, hiszen még most szeptemberben fog indulni, amikor vonzóvá válik, hiszen ha belegondolok abba, hogy amikor megemelték a szociálpedagógiai szakon, amiért bevezették az emelt szintű érettségit, akkor hirtelen közel a 20%-ára esett vissza a jelentkezők száma. Azt gondolom, ezt a hibát nem lehet még egyszer elkövetni, hogy egy alapvető hiányszakot csökkentjük a hallgatókat. Ha sikerül ezt a jó példát felmutatnunk a romológiai BA-val, akkor megint csak egy olyan jelentős létszám növekedés következett be a karon, ami az elmúlt évben, még ha nem is ekkora a lélekszámban. Úgyhogy ez az 5 alapképzés, illetve a szociálpedagógiai MA-nak a bevezetése valóban egy olyan vonzó lett a hallgatók számára, hogy nem csak ebből az 1-2 megyéből, hanem mondhatnám, hogy egész Észak-Kelet-Magyarország, illetve Kelet-Magyarországról jelentkeznek hozzánk. Arról nem beszélve,
hogy azt is felmértük, hogy azok, akik például a gyógypedagógia kapcsán elmennek ebből a térségből Pest, azok soha többet nem jönnek vissza. Tehát mindenféle ezt a kult szerepet szeretnénk ugye megtartani, valamit javítani, fejleszteni, és hát amitől valóban vonzó, ez az a fajta a kampusznak a két épületében való minőségi tárgyi feltétel és minőségi szakember feltétel, ami nagyon fontos. Egyébként még megjegyezném azt, hogy ennek a hírére egyébként az ország nagyon-nagyon sok főiskolai egyetemről jöttek át hozzánk kollégák, és ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a szakemberbázis az egyik legfontosabb, hiszen a gyógypedagógiában nem csak a hallgatókban és a szakemberekben van hiány, hanem az egyetemi oktatókban is. Dékán urak, utána a beszélgetésünk teljesen a végéhez értünk, de akkor is nagyon fontos, még egy-egy kérdés rövid válaszsal. A végzettek tekintetében az elhelyezkedési arány, mert nyilván az utánkövetés önöknél megvan, hogy néz ki? Tehát az, aki jelentkezik, mennyire lehet biztos abban, hogy amikor kijön az adott karról, akkor egészen biztos olyan diploma van a kezében, amely versenyképes a munkaerőpiacon? Gyógyszerészek szempontjából abszolút módon. Tehát gyakorlatilag mind a négy képzőhely esetében, de nálunk is elmutató, hogy 95 és 100%-os az elhelyezkedés arány, és nem egy gyógyszerész kollégám kéri, hogy küldjünk gyógyszerészt. Az ipar szempontjából vannak speciális területek, ahova gyógyszerészre van szükség. Tehát én azt tudom mondani, hogy ha valaki biztos megélhetés és jövőt akar magának, és ez nagyon fontos manapság, hogy és normális fizetéssel, tehát viszonylag egy 300-350 ezer forint bruttóval kezdjen, akkor jöjjön, szeretettel várjuk, és a természettudományok iránt érdeklődik. Szeretettel várjuk. És önöknél? Azt kell mondanom, hogy megismertem a kollégának azt, hogy abszolút mértékben lehet helyezkedni, csak azért nem 100%-os az elhelyezkedés arány, mert aki nem akar a szakmába dolgozni, az nem ezt választja. Mint utaltam rá, itt van bizonyos értelemben nem csak a képzőhelyeknek, illetve a gyakorlóhelyeknek a létszámát kell növelni, hanem bizonyos értelemben a fizetéseket is. Hát legyen úgy. Sok sikert kívánok az önök álló időszakra, hiszen ez már a felkészülés az újonnan jelentkezőknek a vonzása, és aztán majd a felvételikhez. Hát sok sikert hozzá. Köszönöm szépen, elfogadták a meghívást. Köszönjük szépen. Eddig tartott ma az esti közelkép, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!